Köszöntöm kedves nézőinket! A mai Kultúrköz magazinunkban ízelítőt láthatnak a Bartók Színház most készülő új előadásáról. Ellátogattunk az Arany János Általános Iskola rajzpályázatának eredményhirdetésére, a helyi egyházközségek és a Cimbora Klub farsangi mulatságára. Szó lesz a Települési Értéktár Bizottság munkájáról, végezetül egy programajánlót kínálunk, a február 23-ai szépirodalmi ünnepről hallhatnak részleteket. Tartsanak velünk! Az óvodások körében rajzpályázatot hirdetett az Arany János Általános Iskola. A felhívásra bármilyen technikával készíthették alkotásaikat a gyerekek, és a téma sem volt megadva, szabadon választhatták a gyermekek. Királylányok, tündérek, autók, családi kirándulások, ezekből is ötleteket merítettek azon óvodások, akiknek szebbnél szebb alkotásából kiállítás nyílt az Arany János Általános Iskolában. Az intézmény egyik képzési profilja a rajztagozat, illetve a vizuális tehetség fejlesztése. Ennek már több évtizedes hagyománya van, és ennek részeként hirdették meg most is a rajzversenyt az óvodások körében. Az Arany János Általános Iskola körülbelül 20 éve a város óvodáinak hirdeti meg a rajzpályázatot. Tetszőleges technikával, tetszőleges témában minden 5-6 éves iskolába készülő gyerektől vártunk munkákat szeretettel, és ezek közül válogattuk a legkiválóbbakat a díjazottak közé. Összesen 137 alkotást küldtek be a felhívásra, ebből 25-öt díjazott a zsűri. Ezen gyermekek munkáiból pedig egy kiállítást is berendeztek az iskola aulájában. A zsűrinek nehéz dolga volt, tagozatunk három főből áll, Horváth Éva tagozatvezető, Kádárné Szepes Ibolya és én Lukács János vagyok. Én vagyok jövőre a rajztagozatos tanítóbácsi, így a döntő szerep nekem volt, hogy próbáljak olyan gyerekeket válogatni, akikkel képes leszek együtt dolgozni, illetve válasszam ki azokat a gyerekeket, akik nem iskoláskorúak és olyan különleges munkát csináltak, ami a többiektől kiemelkedő vagy egyedi. Természetesen a kollégáim is megnézték, hát nagyon nehéz a választás ilyenkor mindig, hiszen 40 éve a rajztagozaton sok mindent láttunk már, de öröm volt látni, hogy mindig van új a nap alatt, és ezek a kisgyerekek hoztak olyan dolgokat, amire nem is gondoltunk. A választott technikák többsége színes ceruza és filctól volt, de készítettek alkotásokat temperával vagy ragasztottak is. Így születtek az érdekes munkák. Rajzot tudnék kiemelni, hiszen nagyon szeretem azokat a munkákat, ami aprólékos és míves. Nagyon szeretem a lendületes fiús rajzokat, nagyon szeretem az igényes kislányos munkákat. Természetesen, ha választani kell, mert kellett választanom, három fődíjas munkát választottunk. A gyerekek izgatottan várták a rajzverseny eredményhirdetését. A díjazottak között volt László Vanessa is, aki örömmel mesélte el nekünk, hogy mit is rajzolt az óviban. Egy hercegnő, tulipánó és katica bogara, meg pillangók és madárkák, felhők, napocska és még füveket. Az egész kiállítást az Aranyecset Alapítvány támogatta, amely az iskola égisze alatt a rajztagozatos gyermekekért működik. Lukács János elmondta, nem tettek különbséget első, második, harmadik helyezett között, hanem három fődíjast hirdettek ki. Az egyik közülük Farkas Hedvig különleges szín használatáért és érdekes ember ábrázolásáért. Díjat kapott Szajkó Nimród is, aki egy mesetörténetet mutatott meg. A harmadik fődíjas pedig Pataki Lóránt lett. Számomra a legkedvesebb munka Pataki Lóránt alkotása volt, ami valószínű, hogy egy mese filmnek vagy mese olvasmánynak a részlete lehet. Különlegességnek tartom ezeket a belerajzolásokat, tehát itt már úgy gondolom, hogy egy szakszerű van, aki irányítja a munkáját. Erről a rajzról megkérdeztük magát az alkotót is, aki elmesélte, hogy miért éppen a dzsungel témáját választotta a rajzához. Mert én ezt akartam, és én úgy döntöttem, hogy ez sokkal jobb lesz nekem. Láttad egy filmbe? Igen. Aha, és még szerepelnek a rajzodon? Vannak lények is van. Papagáj, tigris, meg egy nagyon sűrű fa. És mivel készítetted a rajzot? Főszeruzával és sima ceruzával színeztem őket. Most te lettél az egyik legjobb, mit szólsz hozzá? Az, hogy ez nagyon tetszik. És ide fogsz járni az aranyba? Nem. Melyikre? A Vasvári. A Vasváriban, mert sportolsz is? Igen. Na, mit csinálsz?
Szeretek úszni, vízilabdázni, meg focizni. Az ovisok mellett minden évben díjaznak egy óvónőt is. A legkreatívabb, legeredményesebb óvodapedagógus ezúttal Smuk Márta lett a Napsugártag óvodából. Eleve a napi rend és a heti rendi pontunkban, mint vizuális tevékenység, a nap minden órájában, percében szabadon választottan és kötött foglalkozásban is lehetőség van, hogy a gyerekek gyakorolhassanak, kedvük szerint cselekedhessenek. Mindenféle technikában, tehát akár mondjuk az olajat bevisszük, vagy akvarel technikát, akril technikát, a hagyományos klasszikus eszközök technikákon kívül, tehát ez szabadon választott, és van másrészt a napnak egy-egy olyan órája, amikor tudatosan irányított a cselekvés, illetve az új technikákat gyakorolják, alkalmazzák, pontosítjuk, a technikai részét tudatosítjuk, hogy hogy kell ezekkel a drágább, finomabb, értékesebb eszközökkel úgymond alkotni, de a gyermekek fantáziáját és kreativitását ugyanúgy meghagyjuk, csak egy kis útmutatással, egy erőteljesebb instrukcióval emeljük ezt ki, és ezt olykor-olykor, hogyha lehetőség adódik a pályamunkákban megmutatni, akkor persze ezt óvónéni választja meg, hogy melyik technika tetszik neki, ő választ egy-egy különlegesebb technikát, és akkor egész egyszerűen alkalmazza a gyerekekkel, illetve ennek tudatában alkotunk. És akkor így történik ez a újdonság tulajdonképpen, amit a tanárnők, illetve tanárurak, mint szakmai szakemberek felfedeznek. Mint a Smuk Márta elmondta, a gyermekek egyaránt rajzolnak a megélt élményeikről és a fantáziájuk, kreativitásuk alapján. Leginkább az élményeik, a saját átélt tapasztalat, de erőteljesen ezzel párhuzamban megmutatkozik mondjuk egy rajzban, vagy akár egy mintázásban a kreativitás, illetve az erőteljes fantáziavilág, amit összemosnak az átélt élményekből, és abból úgymond keletkezik egy új kis csomag, amit papírra vetnek, illetve a tudásuk szerint próbálják azt megjeleníteni. Az Arany János Általános Iskola következő programjai között szerepel például farsangi diszkó a felsősöknek, valamint március 2-án rendezik meg a már hagyományos szülőpedagógus bált. Újságírók és kamerák keresztüzében zajlott az első olvasó próbája August Strindberg, a 19.-20. század fordulóján élt legnagyobb hatású svéd drámaíró Társak című vígjátékának, amit Sipos Imre rendező feldolgozásában láthat majd a nagy érdemű a Bartók Kamara Színházban. Én azt gondolom, hogy alapvetően akkor fogunk jó úton járni, hogyha a mi előadásunk is alapvetően kérdéseket tesz föl, és nem válaszokat ad. Szerintem ez mindig nekünk egyébként dolgunk is színházként. Nyilvánvalóan a darab maga ad egy választ, ugye itt egy hát nem happy endes történet van a legvégén, de az lenne jó, hogyha a néző úgy menne el, hogy alapvetően lehetett volna ez happy end is, csak itt vagy ott egy picit másképp kellett volna a helyzetet kezelnie ennek vagy annak a figurának. Többek között ezekkel a mondatokkal kezdte az August Strindberg Társak című végjátékának olvasó próbáját Sipos Imre rendező, aki a dramaturggal és a tervezővel immáron közel fél éve dolgozik azon, hogy az egyébként 5 felvonásos, 13 szereplős darabból hogyan legyen egy 5 szereplős előadás, amelyet 6 hét alatt kell majd a színpadra vinnie. Annak ellenére, hogy hosszú előkészület előzte meg a próbát, nem volt véletlen, hogy emellett a dráma mellett tette le a voksát. Ez a darab jól kiosztható a társulatban, illetőleg olyan kérdésekről beszél, ami szerintem a mai nap is kérdés. Tehát nem csak 130 évvel ezelőtt, amikor a mester August Strindberg megírta, hanem ma is érvényesen szól a mai emberhez. Úgyhogy igazából ez a két dolog volt, ami miatt úgy gondoltam, hogy érdemes lenne egy kísérletet tenni vele itt a stúdió színpadon, a Bartókban. Aki eljön az előadásra, az mindenképpen készüljön fel arra, hogy nem egy szokványos, realista színjátszást lát majd. Itt nem lesznek, nincs szalon, nincsen festőállvány, nincsenek kis székek és poharak. Itt alapvetően fekete-fehérben gondolkodtunk a térben, a jelmezekben, a Ying és a Yang szimbólumában, a férfi és a nő tekintetében, és
Alapvetően azt próbáljuk körbejárni, hogy hogyan akarja a férfit megváltoztatni a nő, mennyire hagyja ezt a férfi, jó-e az, hogyha egy férfiből nőt csinálunk, jó-e az, hogyha a nemek ütköznek, és ez a társas viszony, ami egyébként egy gyönyörűen elképzelt történetként van föltéve, hogy férfi és nő egymásnak egyenrangú társa, ez létrejöhet-e, vagy ha nem jöhet létre, akkor vajon miért, mitől nem jöhet létre. Szóval igazából én azt tervezem, hogy ez egy látványos előadás lesz, sok humorral, ugyanakkor pedig nagyon-nagyon mély emberi tartalmakkal. Ennek fényében is számított, hogy a társulatból kiket válogatott be Sipos Imre a darabba. Van benne egyetlen egy egészséges ember, egy romlatlan fiatal cselédlány, akit még nem érintett meg ez a fajta történet, hogy most akkor férfi-nő kapcsolat, tehát egy picit kívül van, tehát egy gyermeki tisztasággal van jelen, és hogyha néztétek a rajzot, akkor ugye ő az egyetlen, aki ilyen értelemben szín van, tehát hogy a két ruha és a saját haj. Tehát ő lesz maga az ellenpont, tehát a romlatlan ifjúság. Azért szerettem volna, hogy ezt a Zsófi csinálja, mert én benne láttam ezt. És ugyanakkor ez egy borzasztóan nehéz, lehet, hogy nincs igazam. Az indoklás pedig a darab szövegkönyvének felolvasása követte. Első felvonás, első jelenet, ánszer egyedül a szobában természetesen nem fest, természetesen megkopogtatnak az ajtón, mert nincsen. Ánszer, tessék, belép a modell. Ánszer, Berta még nincs itt van. Modell. De hát mindjárt 12 és még máshoz is várnak. Ánszer, mennyit fizet magának a feleségem? Modell, 5 frankot, amennyit szokás. Ánszer, tessék, de azért pár percig még várhat. A március 22-én debütáló előadás tehát abszolút a mának szól, hisz nincs semmi, ami annyira a korhoz kötné. Ennek fényében mindenkinek érdemes megnéznie, aki szereti a megmosolyogtató, de mély tartalmakat boncolgató darabokat. Városunk önkormányzata létrehozta az úgynevezett Települési Értéktárbizottságot. A cél az, hogy meghatározzuk, megvédjük és megőrizzük Dunajváros fontos értékeit. Még az előző esztendő őszén megalakította a Települési Értéktár Bizottságot városunk önkormányzata. Írásban bárki javaslatot tehet arra vonatkozóan, hogy milyen helyi értékek kerüljenek be ebbe az értéktárba. Dunajváros szempontjából meghatározó jelentőségű, a városhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi terméket, tárgyat, kulturális alkotást, hagyományt, jelképet, természeti értéket lehet javasolni. Az önkormányzat egy országos kezdeményezéshez csatlakozott, 2000 elejétől indult el egy olyan mozgalom, hogy ezeket az értékeket országos szinten nyilván kellene tartani, meg kellene védeni, amely a nemzeti öntudatunk alapja lehetett. Az országgyűlés 2012. április 2-án fogadta el a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi 30. törvényt, és ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Dunajváros is 2016-ban. Azt szeretnénk, hogyha Dunajváros értékei szintén nyilvántartásba kerülnének, számunkra ismerté válnának azokon felül, amit már tudunk, és egy ilyen mindenki számára elérhető nyilvántartást tudjunk róluk vezetni, hogy a jövő számára megőrizhessük ezeket. A beérkezett javaslatokat a Friedrichné Pető Ilona kabinetvezető, Szabó Imre főépítész és Farkas Lajos múzeumigazgató alkotta bizottság megvizsgálja, és döntést hoz arról, hogy bekerüljön-e az értéktárba. Ha valaki rosszul vagy hiányosan tölti ki a szükséges formanyomtatványt, segítenek a korrekcióban. Az értéktár célja, hogy meghatározzuk, védjük és megőrizzük Dunajváros fontos értékeit. Javaslatot bárki tehet, tehát bármely dunajvárosi polgár tehet javaslatot, erre van egy formanyomtatvány és egy eljárásrend, amit 2 évvel ezelőtt fogadott el a közgyűlés. Ezt a formanyomtatványt megtalálhatják a lakosok a honlapunkon. Akkor sincs semmi baj, hogyha esetleg hiányos vagy nem megfelelő ez a felterjesztés, nem a szabályoknak felel meg, vagy valami problémát okoz, akkor természetesen segítünk, de hogyha hiánypótlási felhívást kap bárki, vagy esetleg elutasító döntést, az sem jogvesztő, tehát ugyanúgy ismét fel lehet terjeszteni ugyanazt a szellemi terméket, értéket épített, vagy pedig kulturális örökségnek szánt felterjesztést. Első körben november 15-ig várták a felterjesztéseket a polgármesteri hivatal kulturális osztályára. Felvettük például a Martinás szoborcsoportot, a Dunapart sétányát és szoborcsoportparkját, a szociál tanösvényt,
Úgyhogy, és a, például a Kortárs Művészeti Intézmény gyűjteménye, tehát nagyon nagy horderejű kulturális örökségek kerültek be egyenlőre ebbe az értéktárba, de ez nem kizárók, hiszen lehet akár egy életutat, személyt nem, mert azt a törvény kizárja, de egy személy komplett életútját, akár egy Dunajvároshoz köthető, egy-egy híres személyhez köthető receptet, tehát ennek nincs határa, hogy mit tekintünk nemzeti értéknek. Ez a nemzeti örökségünk része, és ennek akár világörökségi, akár kulturális, akár gazdasági szempontból nagyon nagy jelentősége van. Ez egy helyre kerül feltöltésre, gondozásra, és ott a bárki megtekintheti, például eldöntheti, hogy milyen értékek vannak Dunajvárosban, és ez turisztikai és egyéb szempontokat figyelembe véve meglátogatja a településünket. A javaslatokat folyamatosan várják, bármikor és bárki benyújthatja a formanyomtatványt, amely letölthető a város hivatalos honlapjáról, vagy személyesen is átvehető a hivatalban. Ismét cimbora farsang volt a városi gyermekkönyvtárban. Játékban, vidámságban sem volt hiány a kvizzel fűszerezett mulatságom. Volt, aki nem csak beöltözött, hanem egy kisebb műsorral is készült az immáron 15. alkalommal megrendezett cimbora farsangra a Városi Gyermekkönyvtárban. A közel 20 főre dúzzadó mulatságra a legkülönfélébb korosztály látogatott el. És miért pont tűzoltó szerettél volna lenni? Mert mi most itt találtuk a otthonunkba. Van olyan ismerősöd, aki még tűzoltó? Szerintem majd nem. És ha nagy leszel, mi szeretnél lenni? Szerintem vezetni fogom a kocsinkat, szerintem. Az lesz a foglalkozásod, hogy kocsit vezetsz? Szerintem. És szerinted mit csinálnak a tűzoltók? Tűzet oltanak. Láttál már tűzoltót? Hát igen, hót jártam, hogy ment. Félsz egyébként a tűztől? Nem annyira. És szerinted milyen dolog az, hogyha a gyerekek tűzzel játszanak? Veszélyes, mert akkor feltújathat valami. És te hány éves vagy? Mondtuk 4, és utána leszek szerintem 5. Van, akit viszont egy film ihletett meg abban, hogy kinek a bőrébe bújjon. Megnéztem a filmet, a Bohém Rapszódiát, és akkor már eldöntöttem szerintem, hogy ez szeretnék lenni. És hát igazából elég egyszerű ez a jelmez, csak otthon volt egy trikó, meg egy farmer, apukámtól kértem kölcsön mikrofon, meg mikrofontartót, anyukám meg megcsinálta a bajszomat, és kész. És egyébként a zenéjét szereted, Freddie Mercury-nek? Igen, nagyon szeretem a Queen-t, nagyon sok zenéjéket is szeret. És mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Hát én igazából rendőr, meg nyomozó. És mi a helyzet az énekléssel? Hát szerintem nem akarok dicsekedni, de szerintem jó hangom van, csak mostanában már be vagyok rekedve egy kicsit, szóval akkor már nem annyira. Meglepő módon a lányok egy jó része nem csajos jelmezt öltött magára, és ennek több oka is volt. Azért, mert arra gondoltunk, hogy rengeteg királylány lesz az iskolába, és arra gondoltunk, hogy a pizzából nem lesz annyira sok. Azért, mert nem annyira szeretem a királynőket, és az állatok szerintem sokkal cukibbak. Hát, csak úgy ez jó jelmez, meg tetszett nekem. Egyébként ezt a kistesomtól kölcsönöztem el. Nagyon meg kellett kérnem erre, hogy adja kölcsön a jelmezét. Azért, mert hát nagyon megtetszett, és hát igen, meg könnyen el lehet készíteni. Viszont a csajos lányok is a legkülönfélébb szerepekbe bújtak. Hát én egy őrült lány volnék. Én egy indiai táncos. Miért pont ezt a két jelmezt választottátok? Hát én már régóta szerettem volna felvenni ezt a parókát is, vagy ilyen szép szemüveg, és egyszer csak kiötlött a fejembe, hogy hoppá, lehetnék őrült lány. Mert hogy az őrült lányok így öltöznek? Öltözhetnek így is, attól függ. És te miért döntöttél emellett a jelmez mellett?
Anyukám ötlete volt igaziból, hogy ez legyek, és nekem is nagyon megtetszett utána. De természetesen aki csodálatosnak öltözött, és például Krisztály tündéré vált, az mivel minden területen azt szeretett volna lenni, így még egy alkalomhoz illő verssel is készült. Farsangifánk pufóka, teremben áll a móka, kéményseprő piroska, szakács meg a kukta, ropják együtt a táncot, s mind megeszik a fánkot. És fánk volt is bőven, de csak a farsangi mulatság sokszínű programjait követően. Számomra nagyon fontos az, hogy megismerjék a farsang eredetét, a történetét, és közben mulatozzunk, játszunk, tehát egy kvízzel visszakérdezem őket arról, hogy mi is ez a farsang. Ezt követi majd ilyen játékos seprűtánc, csengőjáték, mindenféle vetélkedő, és akkor a végén meglakomázunk igazi farsangi fánkot. A kvíznek pedig volt értelme, mert a tudás megmaradt. Így kergették ki a törököket a magyar földről, vagy hogy. A mulatság ezt követően felvonulással, zsűrizéssel és játékkal folytatódott a Fergeteges cimbora farsangon, ahol, ha bár csak rövid időre is, de egy kicsit, mindenki felszabadult, a más bőrébe bújhatott. Közös farsangi mulatságot tartott a római és a görög katolikus egyházközség. A bálnak a juharos étterem adott otthont múlt szombaton. A köztudat hajlamos bizonyos sztereotípiákat felállítani. Ilyen lehet például az, hogy az egyházközségek, a vallási felekezetek mindig komorak, szigorúak. Ám ez abszolút nem így van. Erre rá is cáfoltak múlt szombaton a helyi római és görög katolikus egyházközséghez tartozók. Farsangi bált rendeztek a juharos étteremben, ahol a közös mulatság volt a középpontban. Először is ugye farsangi időszakon és az egyházban ez fontos dolog. Azért, mert a böjtre készülünk, és hogyha a böjtre készülünk, nyilvánvalóan az embernek nem szomorúságban kell készülni, hanem egy kicsit örömben, mert a böjt után a föltámadás, a húsvét van. Farsangi mulatságunk, vagy bálunk, az egy ilyen kétoldalú most. Hála jó Istennek, 80 feletti létszámmal vagyunk, és itt van Baltási Nándor plébános úr is, itt van a Római Katolikus Egyházközségnek egy pár képviselője, meg itt van a Görög Katolikus Egyházközségünknek is, ugye sok embere. És fontosnak tartom azt, hogy a farsangban próbáljunk meg tényleg egy kicsit ünnepelni. Mert hogyha nem ünnepünk, hogyha nincsen mulatság, akkor az embernek az élete egy kicsit kijebb tolódik, és mindig csak olyan búskomorrá válik. És sajnos azt vettem észre, hogy a világban az egyházzal kapcsolatban nagyon sok esetben az a vélemény, hogy olyan kis ufók egy kicsit úgy bezártak, egy kicsit olyan kis szomorkodóak, pedig nem vagyunk azok. Tehát nagyon szeretünk mulatni, nagyon szeretünk ünnepelni, megadni mindig mindennek a módját. Amikor böjt van, akkor böjtölünk, amikor mulatság van, akkor mulatunk, amikor öröm van, örülünk, de tudunk együtt sírni is, hogyha kell. Nyilván ez nem annak az ideje, ez az öröm ideje. És hogyha most örülünk együtt és mulatozunk együtt, akkor már mutatunk előre valamit, mutatjuk azt, hogy mi nem csak annak örülünk, hogy a templomban együtt tudunk imádkozni, hanem annak is örülünk, hogy itt együtt tudunk táncolni. És pontosan emiatt amúgy nagyon nagy hála a juharos étteremnek is, hogy befogadtak minket, és itt lehetünk gyönyörű környezetben. Meg hát nyilván az egész közösségnek, akik azt mondják, hogy akkor legyünk együtt, mulatsunk együtt. A közösségben azért szét kell nézni, tehát vannak fiatalok, és ez mutat előre, hogy van jövője az egyháznak. És az egyházban a fiataloknak, a gyermekeknek a jövője szerintem elegendetetlen, hogy mi ezt lássuk. Úgyhogy ezért jöttünk itt össze. A farsangi mulatság minden embernek jó, és én kívánok mindenkinek nagyon jó farsangot, de ne felejtsük el, hogy március első vasárnapja után kezdődik a nagyböjt. Akkor próbáljunk még egy kicsit lelkileg belülre figyelni, és egy kicsit közelebb lépni az Istenhez, hogy a föltámadásban örömöt találhassunk, még ennél nagyobbat. A farsang a vízkeresztől a hamvazó szerdáig tartó időszak. Mint azt Kovács István elmondta, minden ünnepnek meg kell adni a módját. A farsang bizony az öröm időszaka, hiszen március első vasárnapján kezdődik a nagyböjt, utána pedig következik a húsvét, a feltámadás ünnepe. A hagyomány azért fontos, mert hogyha az hagyományainkat elhagyjuk, akkor a nemzetünket is elhagyjuk. És ugye magyar hagyományok vannak. Nyilvánvalóan van Brazíliában egy gyönyörű karnevál, Rióban. Itt nálunk nem ez a divat. Nálunk az a divat, hogy az ember, amikor farsangol, akkor tényleg megpróbál egy kicsit kiöltözni, megpróbálja megmutatni a szebbik oldalát, és nem állarcos bált rendezünk pontosan emiatt, hanem egy olyan hagyományos farsangot, amelyben
megmutatjuk azt, hogy fiatal és öreg is tud együtt jól érezni magát, tudja együtt jól érezni magát több generációban. Tehát vannak itt nagyszülők, szülők, és vannak már unokák, akik már nagykorúak, és úgy tudunk együtt lenni. Meg még a hagyományokhoz hozzá kell azt is tenni, hogy a magyar embernek, ugye szokták mondani, sírva vigad a magyar, nem igaz, mert nem sírva vigadunk, hanem örömmel, de a hagyományunkban benne van az, hogy ezt az időszakot, ugye szabad időszaknak valljuk, a szabad időszak azt jelenti, hogy most nincs böjt. És a jövő hét például teljesen egész hét szabad hét lesz, ilyenkor nem az van, hogy böjtöl az ember és hústilalom meg stb., hanem akkor mindent. Akkor az ember élvezze azt a természetet, azt a teremtett világot, annak a jóit, amit az Isten adott. Mellette még a hagyomány. Azért ebben az időszakban már 5 vasárnapon keresztül készít minket az egyház, készít minket szépen fokozatosan a böjtre, de nem a böjtre kell tekinteni soha. Tehát mindenki azt hiszi, hogy a böjtöt nézzük és a böjtre tekintünk. Nem. A böjt egy eszköz, hogy elérjük a föltámadást, hogy a húsvétban meglehessünk. Na most, hogyha a farsangot nézzük, meg a húsvétot nézzük, farsangban is azért az ember lakomázik, az ember odafigyel a dolgokra, stb. Húsvétban pedig ismét. De hogyha csak az evésről szól az egész, akkor nem ér semmit. Ezért vagyunk lelkileg is együtt. Ezért fontos az, hogy együtt imádkozzunk, úgy nyissuk meg a bált, ezért fontos az, hogy sok minden úgy legyen, hogy az imádság vezessen minket, de azért kulturáltan tudjunk szórakozni. Egy jó pálinka, egy pohár bor, vagy egy korsó sör mellett jókat enni, jókat inni, és akkor táncolni egy nagyot, és az ember onnantól kezdve már örömben van benne. A farsangi bált egy közös imádsággal kezdték, utána következett a vacsora, majd a táncos mulatság. Volt tombola is, a felajánlóknak köszönhetően értékes nyeremények találtak gazdára, például egy kétszemélyes wellness hétvége. Szép irodalmi ünnepet tartanak február 23-án a József Attila könyvtárban. A Magyarok Szövetségének Dunajvárosi Közössége már több éve szervezi ezt a programot a Vas Albert felolvasó naphoz kapcsolódóan. Városunk ismét csatlakozik ahhoz a kezdeményezéshez, amelynek részeként egy egész napon át felolvasnak Vas Albert és más magyar írók műveiből. Ehhez a nemes rendezvényhez immár 4. alkalommal kapcsolódik Dunaújváros is. 2 alkalommal a református templom adott ennek a rendezvénynek otthont, tavaly az evangélikus templom, és idén a József Attila könyvtár volt olyan kedves, és azt mondta, hogy a rendezvény legyen itt, aminek azért is nagyon örültünk, mert szeretnénk kinyitni, tehát tágítani azt a kört, akik idáig ezeken a rendezvényeken részt vettek, és nem szeretnénk lehatárolni egy bizonyos vallási rendezvényé, vagy ahhoz kapcsolódó rendezvényé, hanem szeretnénk, hogyha ez széles rétegeket megérintene. Az idei program, a Szép Irodalmi Ünnep, tehát február 23-án lesz a József Attila könyvtárban. Azt gondoljuk, hogy ha felolvasásról van szó, meg irodalmi művekről, akkor ennek igenis helye van a könyvtárban, és jó helye van. Úgyhogy nagyon örültünk annak, hogy ezt a Vas Albert felolvasó napot, ezt itt a kereteink körében rendezi a Magyarok Szövetsége. Ezen kívül még azért felhívnám arra is a figyelmet, hogy nem csupán Vas Albertről lehet felolvasni ezen a rendezvényen, hanem egyéb 20. századi írótól, költőtől is lehet műveket megszólaltatni. Mint azt a szervezők elmondták, szeretettel várják azon vállalkozó kedvűek jelentkezését, akik szívesen felolvasnának ezen a rendezvényen. Előzetesen a Magyarok Szövetségének Dunajvárosi Közösségénél lehet jelentkezni, de a rendezvény helyszínén is lehet csatlakozni. 10 órakor ünnepélyes megnyitóval indítunk, a hagyományokhoz híven már nagy örömünkre szolgál, hogy Farkas Lajos, az Intercíza Múzeumnak az igazgatója. Mondhatni azt, hogy már éveken keresztül ő az, aki meg szokta nyitni a rendezvényt, természetesen Éva után, mint a házigazdai köszöntő elhangzása után. Aztán felesége Farkas Márta, aki a Szabó Magda Református iskolának az igazgatója lett, az újonnan megnyílt létesítmény, mint tudják. Ő szokott már hagyományosan énekelni, nagyon szépen énekel Márta, szeretjük őt. Aztán első alkalommal ezen a rendezvényen belül
elvállalta a felkérésünket Ördögné Ruszti Anna, aki a Dunafer iskolának a történelem tanára, és nagyon széles körű ismeretekkel rendelkezik. Nem tudom, esetleg biztos vagyok benne, hogy önök ott voltak a Kazler Gitta kiállításán, ami az Adi emlékével kapcsolatos volt. Ott is nagyon-nagyon jó előadása volt az Annának, úgyhogy én ajánlom szíves figyelmükbe, biztos vagyok benne, hogy most is hasonló színvonalú gondolatokat fogunk hallani tőle, méghozzá irodalmi és történelmi vonatkozásban. Ezután körülbelül 11 órakor lesz a felolvasás, amelyet hagyományosan a Széchenyi Gimnázium diákjai kezdenek. Kásás Margit örömmel számolt be arról, hogy idén a Bánki Középiskola fiatalja is jelentkeztek a programra. 16:30 dr. Fehér András mérnök Szent Korona kutató előadását fogjuk hallgatni. Ő is nagyon-nagyon széles körű ismeretekkel rendelkezik, és abban a szerencsés helyzetben volt, hogy amikor 30 év után Magyarországra hazatért a Szent Korona, akkor Andrást kérték fel a Szent Korona kutatócsoportban részvételre, ugye mint a kémiai tudományoknak az egyik neves szakértőjét. Ugye András a főiskolán tanított sokáig. Előadásának címe pedig Szent Korona Vas Albert szellemiségében. Zárásként áldást mondanak egyházi lelkészek, és énekel a Kisapostagi Lila Akác dalkör. A szép irodalmi ünnep 18 órakor a szózat közös eléneklésével zárul. Ennyi fért mai magazinunkba. Új adással legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.